Hát így szabadult meg ez az asszony, ettől a csirkén. Na de a gazdagságom az megmaradt. Éppen zajlik a mesemondás kicsiknek. A régi népmesék mindig gondolkodtatóak, példaértékűek, tanulságosak. Ezek az apró népek most nagy figyelemmel isszák a történetet, és még hozzá is szólnak, annyira beleillik magukat. Persze a végén mi is kíváncsiak voltunk, vajon mi az, ami ilyenkor tetszik a gyerekeknek? Volt nyuszi is, meg ilyen állatosak voltak, meg ilyen falu történetek, azok tetszettek nekem a legjobban. Azért, mert mókásak voltak, meg mozgékonyak. A mesemondás nem könnyű hivatás, de annál szebb. Vajon miért vállalja fel két hölgy ezt a hagyományozó értéket továbbadó feladatot? Hajós Erika, a Tekergő Meseösvény Egyesület vezetője és mesemondója beszélt érzéseiről. Ez az érzés minden mesemondóban valahogy másképp ébred fel ez a vágy. Én saját gyerekeimnek kezdtem annak idején mesélni, és aztán elkezdtek egész fiatalon érdekelni a mesék és a mesék útja. És réges-régen valóban az idős bácsik, nénik meséltek, ők voltak a falu mesemondói. Ma már szerencsére elég nagy mozgalommal nőtte ki magát a mesemondás, és egész fiatal mesemondók is vannak már. És mi hiszük, és azt gondoljuk, hogy mindennapjainkban is nagyon-nagyon fontos a mese, és nagyon nagy szükség van a mesére, és nagyon örülünk annak, hogy egyre többen, egyre több mesemondó van, egyre több helyre eljutunk elvinni a mesét, és egyre több iskolába is mesélnek már, és mi nagyon bízunk benne, hogy a családokban is elkezdenek újra mesélni. A Tolna vármegyei Attalán megrendezett Magyar Népmese napi összejövetelre állat és népmeséket hoztak magukkal a mesemondók. Ez mindig a közönségen is múlik, hogy milyen az adott esemény repertoárja, mennyire kicsik a gyerekek, mennyire fáradtak vagy éberek, tudtuk meg a mesemondótól. A hagyományőrző napot az Együtt Atala Jövőjét Egyesület szervezte, céljuk fellendíteni a kulturális életet a faluban. Olyan programokat szervezzünk, ahol minden korosztály megtalálja a neki való szórakozást. Ez a mai rendezvény, ez egy pályázat keretében jött létre. Két éve nyert az Egyesület programszervezésre pályázati forrást. Egy olyan programsorozatot raktunk össze, aminek négy alappillére a hagyományőrzés, az egészség, a lelki egészség és a népi mesterségek, és a nagyon sok programon túl vagyunk ezzel kapcsolatban. Ez az utolsó rendezvényünk, ami egy ilyen hagyományőrző nap tulajdonképpen, és a Magyar Népmese napjához is kapcsolódtunk ezzel. Attal a polgármestere reméli, hogy ezt a hagyományt vagy az Egyesület, vagy az önkormányzat folytathatja a jövőben. Teljes egészében ezt az Egyesület rendezte, és ő is finanszírozta ebből a pályázati forrásból. Ma még érkeznek a Gyöngyös Bokréta Decsi Táncegyüttes, Táncegyesület, úgyhogy őket nagyon-nagyon várjuk. Ők már tavalyi év folyamán voltak nálunk vendégek, és nagyon-nagyon szerettük őket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó programmal érkeznek. Egy diavetítés, egy régi fajta diavetítővel próbálunk majd még a gyerekeknek kedveskedni a délután folyamán. Nagyon kevés családban van most már ez a nagyon-nagyon régi fajta diavetítő, és úgy gondoltuk, hogy megismertetjük vele a gyerekeket, úgyhogy lesz egy ilyen kis diavetítés, és hát összekötöttük egy kicsit a gasztronómiával, hiszen rendeztünk egy pörköltfőző versenyt, egy kalácsütő versenyt, és hát hogy a gyerekeket is bevonjuk, és a népmese napjához kapcsolódjunk, ezért egy mesekert építő versenyt is összehoztunk, úgyhogy nagyon-nagyon klassz mesekertek készültek, hát majd ennek a zsűrizése még a nap folyamán folyik. Ezeket a mesekerteket mi sem hagyhattuk ki. Ötletes, szebbnél szebb minikertekben gyönyörködhettünk. A zsűrinek biztos nem volt könnyű dolga.